A Kossuth Lajos utcában nyílt meg a nők munkavállalását segítő és így elégedettségüket is javító Szavária család és karrierpont, röviden csak pont, az irodát Puskás Tivadar polgármester és az olimpiai ezüstérmes tornász Schmidtné Makrai Katalin avatta fel. A Csakpont iroda azért jött létre, hogy a Szombathelyen, illetve Szombathely környékén élő nők munkaerőpiaci helyzetét javítsuk. A célközönségünk ebből adódóan a munkáltatók, illetve a munkavállalók. A munkavállalóknál a gyesről, gyedről visszatérő édesanyákat, az 50 év felettieket, a pályakezdőket, illetve azokat, akik képzéseken szeretnének részt venni, nagyon nagy szeretettel várjuk. Pénzügyi és adózási, a részmunkaidő, távmunka és egyéb a gyermekvállalás mellett felmerülő foglalkoztatási, valamint többek között szociális családtámogatási kérdésekkel is fordulhatnak mostantól az irodához az érdeklődők. Erre nagy szükség van, a nőknek olyan fórumot, olyan helyeket találni, ahol a gondjaikat, bajaikat megbeszélhetik szakemberekkel, meg még egymással is, mert minden beszélgetésből kijön valami ötlet, segítés, a másik számára öröm, hogy meg tudja oldani a problémáját. Az, amikor a nők összefognak, azért azt tudjuk, abban nagyon sok erő van. Ebben a helyiségben pedig személyes adatok felvételére, illetve személyes elbeszélgetésekre lesz lehetőség. A gyerekekkel érkező édesanyák nyugodt ügyintézése érdekében az irodában játszósarkot is berendeztek. A Női Erőforrás Társaság országos programja Szombathelyen a kormányhivatal, a Szülőföld Egyesület, valamint a fogyatékkal élőket és hajléktalanokat ellátó KFT partnerségével valósul meg. A munkát egy tanácsadó testület is segíti. A tanácsadó testület fogja azokat a lehetőségeket feltárni, ami a pályázat sikere garanciája. Így a civil szervezetekkel való még szorosabb együttműködést, önkormányzatokkal, városban működő, vagy a város környékén működő gazdálkodó szervezeteket. Garancia a városban az, hogy nagyon sok női civil szervezet működik. A tapasztalat szerint, ahol elégedettek a nők a munkaerőpiaci helyzetükkel, ott fiatalabb korban és nagyobb számban vállalnak gyermeket. A cél a család és a munka összeegyeztetésének előmozdítása. Az iroda hétköznap 9 és 13 óra között várja az érdeklődőket.